6 éves vagyok. Családommal Salgótarjánban élünk, Annával akkori legjobb barátommal a parkban fogócskázunk. Körbevesz minket a panelházak alkotta beton dzsungel. Egyszer csak megpillantok valami színes mozgó foltot a fűben. Óvatosan közelebb lopózunk, majd a felismerés követően halkan felkiáltok. Ez egy papagáj. Már korábban is tartottunk papagájt, és mindig is lenyűgöztek ezek a csodálatos élőlények, de sosem gondoltam, hogy egyszer a város közepén fogok rábukkanni egyre. Úgy gondolom, hogy ez az élmény nagyban meghatározta azt, hogy biológusnak tanuljak és papagájokkal kezdjek el foglalkozni. És mindez odáig fajult, hogy egyszer csak Amazóniában a dzsungel közepén 30 méter magasan találtam magamat egy papagáj fészek mellett. De ne szaladjunk ennyire előre. Hétköznapjaimban kutató munkám keretében viselkedés problémás papagájokkal foglalkozom. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy a hiperaktív, a nehéz sorsú és a figyelemzavaros madarak bekopognak hozzám, befekszenek a kanapéra, és elkezdenek mesélni az életükről. Ezekből a mesékből nagyjából eddig azt szűrtem le, hogy nagyon kevesen érzik jól magukat emberi fogságban, és sokan lesznek stresszesek, depressziósak, vagy akár öncsonkítók. Pedig vadon élő társaik nem járnak hozzám terápiára. Köszönjük szépen, jól megvannak. Pont ezért gondoltam, hogy nekem kell meglátogatnom őket. Már kisgyerekkorom óta van bennem egy késztetés, megismerni az ismeretlent, felfedezni a világ rejtett tájait. 23 éves voltam, és úgy gondoltam, hogy ebből a késztetésből ideje, hogy cselekvés váljon. Már nagyon kevés hely maradt a Földön, ami az ember számára érintetlen, mégis a dzsungel mindig is ilyen volt, legalábbis a képzeletemben mindenki. Úgyhogy az már csak hab volt a tortán, hogy még papagájok is élnek ott. Elindultam hát felfedezni magamnak. Aznap életem egyik legnagyobb kalandja kezdődött. Tudjátok, azért lettem biológus, mert ez a tudomány lenyűgöző. Mindig tartok a meglepetéseket és kihívást. Sajnos ott még nem tartunk, hogy belelássunk más egyedek fejébe, pont ezért, hogyha meg akarom tudni, hogy Csuri, a hullámos papagájom, miért bólogat ritmusosan a zenére, akkor egy sor viselkedés tesztet kell elvégeznem vele. Hogyha sikerrel járok, akkor talán kiderülhet, hogy Csurinak van ritmusérzéke és szereti Michael Jacksont. De minden egyes kérdésre adott válasz után újabb kérdések születnek benne. És talán kiderülhet, hogy Csurinak teljesen más a zenei ízlése, mint nekem. És egész nap legszívesebben punk rockot hallgatna, hát akkor el kéne gondolkoznunk, hogy hogyan folytatjuk tovább kapcsolatunkat. Múlt évben bennem is hasonlóan sok kérdés volt magammal kapcsolatban. Meg kellett találnom, hogy ki vagyok. Meg kellett találnom azokat a mélyen megbúvó vágyakat és motivációkat, amik meghatároznak. Feltettem magamnak a kérdést, miért vonz az ismeretlen? Egyáltalán képes vagyok arra, amit elképzeltem? Mert oké, hogy oda megyek, aztán majd papagájkutatósat játszok, de ez mégsem Budapest, ahol minden második utcában találok egy giroszt, ha éhes vagyok. Egyik legnagyobb félelmem a rovarok elkerülhetetlen jelenléte volt. Biológus létem ellenére bevallom őszintén, kifejezetten rühellem ízelt lábú társaink közelségét. Már-már kislány módjára tudok sikítozni, hogyha egy szöcske mászik rajtam. Úgyhogy maximum én leszek a leghangosabb állat az erdőben. A Peruba érkezést követően egy újabb repülőúttal és 7 órányi hajózással később megérkeztem kutatóállomásra, a célomhoz, a Tambopata kutatóállomásra, Perúnak, Amazóniának egy eldugott területére, ahová nagyon csak nagyon kevesen teszik be a lábukat. Ha megengeditek, most titeket is elvezetlek oda. Csukjátok be a szemeteket. Mindenki, látom, hogy egyesek még próbálnak szemezni velem, azt majd a szünetben. Képzeljétek el, ahogy kiléptek a csónakból. Megcsap a pára. Szemüveg van rajtad, de 2 másodpercen belül elhomályosodik, ezért leveszed. A folyó meredek partszakaszán egy apró lépcső vezet föl. Felérsz a tetejére,
és meglátod a fákat, amilyeneket még sose, amilyen magasakat még sosem láttál. Megpillantod a fákon lecsüngő liánokat, és meg annyi más növényt. Nehéz hátizsákoddal elindulsz, be a dzsungelbe, be az erdőbe. A párától és a lebilencselő látványtól lélegzetet szapora. Mély levegőt veszel, a dzsungel illatát nehéz definiálni. Olyan, mintha vágott növények illata keveredne állati húgy és ürülék nagyon enyhe szagával. Rájössz, hogy ez nem olyan, hanem valószínűleg az. Egyszer csak ismeretlen madárhangokra leszel figyelmes. Tovább haladsz, egyre mélyebben, a fák egyre nagyobb, magasabbak, a lombkoronától a talaj szinten fél homály uralkodik. Egyszer csak egy kis, vaddisznókhoz hasonló pekari csorda keresztezi utadat. Mikor meglátnak, hangos robajjal eliszkolnak. Tovább haladsz az ösvényembe, a dzsungelbe, még nem egy tisztáshoz érsz, ahol megpillantod a óriási bambusztetejű faházat, a kutatóállomást, ahol a következő két hónapodat fogod tölteni. Most már nyissátok ki a szemeteket, nehogy itt a dzsungel közepén elaludjatok, az nagyon veszélyes lenne. Szállásunkon egy szál ablak sem választott el a természettől. Így bármilyen állat, aminek csak kedve szottyant hozzá, kibérelhette szobáinkat, és együtt aludhattunk, hogyha ő is benne volt. Így gyakran az arab papagájok barátkozó kedvű egyedeit köszönthettük vendégeinként. A dzsungelben az az egyik legcsodálatosabb, hogy óriási az állatok és növények változatossága. Az egyik legnagyobb a Földön. Képzeljétek el, hogyha ez a konferenciaterem most az esőerdőben lenne, akkor átlagosan 20 hüllő, 25 emlős, 100 madár, és 450 növény fajt találhatnánk benne. A kutató munka érdekes és változatos volt. A projekt az ott élő papagájok populáció biológiájával foglalkozik. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy több mint 40 fészket figyeltünk meg, amelyeknek nagy része mesterséges fészekodú. Ezeket alkalmanként ellenőrizni, javítani kellett, és minden évben párat lecserélünk, hogy a papagáj fiókák biztonságos körülmények között nevelkedhessenek. Mindehhez valakinek fel kellett mászni a fészekhez, és néha ez a valaki én voltam. Egy félelmemről még nem meséltem nektek. Óriási tériszonyom van. Már gyerekkoromban, amikor a 2 méter magas mászók a tetején voltam, valami furcsa érzés fogott el. És a mai napig olyan a magasban, mintha kismanók a hasamban azt kiáltoznák reszketve, hogy ne menj feljebb, meg fogsz halni. Én meg persze hiszek neki. De most muszáj voltam elvégezni a feladatom, így nem volt választás. Ez a fára mászás dolog a gyakorlatban egyszerűnek tűnhet. Fogsz egy kötelet, amiről úgy gondolod, hogy elbírja a súlyod, ami esetemben akkoriban nem is volt olyan vészes, mert épp egy kéthetes, szépen mondva, gasztroenterális fertőzés segített fogyókúrázni. Szóval fogod a kötelet, átcsúszítod a kiszemelt fágon, megfogod az egyik végét, egy másik fához biztosítod, jó szorosan, hogy azért nyugi legyen, és a másik végén elkezdett mászni a felszerelés segítségével. Persze egy kicsit azért nehezebb. Mindezt jól be is gyakoroltam, és reménykedtem, hogy a kismanók majd békén hagynak. Nos, nem hagytak. Első mászásomkor fűtett a küzdeni akarás és a kíváncsiság egyszerre. Elkezdtem felfelé haladni. Gyorsaságomat leginkább egy megfontolt lajháréhoz tudnám hasonlítani, ami épp egy délutáni sziesta után kezd el mozogni. Szóval azért ne ilyen Indiana Jones-os jelenetre gondoljatok Harrison Forddal, hanem inkább olyan Ace Ventura-sra, Jim Carrey-vel. Ahogy így haladok föl, szépen komótosan,
elérem a 10 méteres magasságot, ez nagyjából egy negyedik emelet lenne egy emeletes házon, és arra gondolok, innentől már mindegy. Ha valami történik, akkor a végkimenetel így is úgy is ugyanaz. Halálfélelmem van. Mászok feljebb, szépen megfontoltan, még nem lassan elérem a fészket, ez 30 méter magasan volt kb., ez nagyjából a tizedik emelet lenne. Elérem a fészket, és arra gondolok, hogy rájöttem, hogy milyen fontos, és egyszerűen milyen jelentéktelen az életem. Mászásom célja visszatekintve kissé pitiánernek tűnik. Az volt, hogy fészekanyagot rakjak a felnövekvő papagáj generációk püspök falatja alá. Felettem alig pár méterre két arab papagáj repül, színpompás szárnyukon megcsillan a lemenő napsugara. Idilli a kép, elértem a célom, papagájokat látok a természetben. Megtapasztaltam mindazt, amit az őserdő nyújthat. Mégis, furcsa érzés van bennem. Mit keresek én itt? Azért dolgozom, hogy ezeknek a papagájoknak, amik jelenleg stabil körülmények között élnek, legyen jövőjük. De mégis mi lesz itt 50 év múlva, hogyha ilyen irányba halad a világ? Lesznek itt papagájok? Lesz egyáltalán erdő? Lesz mit védeni? És mi van velem? Mi lesz az én családommal és gyerekeimmel? Milyen jövőben fogunk élni? A kötélen óvatosan leereszkedem, szívem zakattól fűt az adrenalin. Elégedetnek kéne lennem, de nem vagyok. A magasban talált gondolatok nem hagynak nyugodni. Ülök a dzsungel közepén, rég áhított álmom megvalósult, és mégsem vagyok boldog. Haszontalannak és tehetetlennek érzem magam. Hisz mit ér mindez a csoda, hogyha fél évszázad múlva már csak kopár síkság lesz a helyén? És mit ér az én munkám, hogyha ez ellen nem teszek? Rájöttem, hogy félek. Félek, hogy a papagájok, akikkel világ életemben foglalkozni akartam, csak ketrecekben lesznek felelhetők. Félek, hogy nincs számukra, és számunkra sem jövő ezen a bolygón. Rájöttem, hogy nem lehetek papagájkutató, hogyha nem lesz mit kutatni. Pedig tollas barátaink minden figyelmet megérdemelnek. Páratlan hangutázási képességeik révén az egyetlen állatcsoport, akik képesek és hajlandóak is felvenni velünk a kapcsolatot, hajlandóak megtanulni a saját nyelvünket, még hogyha néha a szókincsük a hellón és a szián túl nem is terjed. Sok papagáj érti, amit mondunk, és annak megfelelően válaszol. Mindezt azért, hogy beilleszkedjenek a csoportba, a családba. Ugyanis a szociális életmód számukra is nagy előnyökkel kecsegtet. A dzsungelben megfigyelhettem, ahogy a különböző papagájfajok egy nagy csoportba verődnek reggelente, és együtt táplálkoznak a közeli agyagfalakról. A táplálkozás kiszolgáltatott helyzet, minden papagáj figyelne, hogy egy ragadozó lecsaphasson rájuk. Ha csak egy egyet veszélyt észlel és riaszt, az egész csoport, mint egy nagy felhő, hangos kiáltások közepette száll föl a környező fákra. Így mindenki megmenekülhet. Talán egy papagáj tényleg nem csinál nyarat, de hogyha közös erővel együtt dolgoznak, megmenekülhetnek a rájuk leselkedő fenyegetés elől. Nekem volt egy álmom. Az, hogy eljussak a dzsungelbe, hogy felfedezzem a világ legeldugottabb helyeit, hogy papagájokat lássak a természetben. Az álmom megvalósult. Most már céljaim vannak. Szeretném, hogyha ezeket a csodákat megmutathatnám az unokáimnak és a gyerekeimnek. Szeretném, hogy ők is legalább olyan boldog életet élhessenek, mint én. Szeretném, ha ez mindenkire és mindenkinek a gyerekeire igaz lehetne a jövőben. De félek a jövőtől. És ezt a félelmemet nem tudom egyedül legyőzni. Kérlek, segítsetek!